Fodor, Péter Balázs és Nukar Norbert kapott helyet. A kezdő hatosa kapuban Pincz és Bendegúz a Dunajvárosi Acélbikáknak, Pozsár, Erdély, Lőci, Dutkin és Szappanos, aki a csapatkapitány is érkezett a mérkőzés. Bece már is ráhúzza, és nem telt el csak 8 másodperc. Ládai remek gólt lőtt a kapu átától, az 5. találata volt az a sportklubnak a titánok ellen. Egy ráküldött korong, és ott van takarásból. Gecse úgy dönt, hogy próbára teszi a fiatal dunajvárosi hálóőrt, és nem állta ki a próbát. Gecse megítésen szerint a gólszerző, de van visszajátszás, és meg tudjuk nézni, hogy esetleg érte valaki. 77-es számmal most van a korongnál, bizonyára szép emlékez neki, a családja számára, meg általában a csíkszerzői fiatal jégkorongozók számára. Adorjának kell hatalmasat védenie, és addig-addig, hogy Németh Péter a gazdátlanul hagyott korongot a hálóba pofozza. Gólerős és pontérzékeny támadó, hiszen a legjobb szezonjában, 18-19-es szezonban közben egy gól, amiközben ezt mesélem, remekül látja meg Polák a rést Pincz és Bendegúz mellett, és egy perc sem kellett, nem török azt, hanem Gebei ismételten Szák, és ez belövi. Bocsánat, Szkácskov volt, és belövi. Jött Stáktól a korong, megnézte és elretette. Hát ez még most se találtam el, ki volt, mert hogy igazából Sofron volt. Az eddig látottak, nem csak itt, hanem a TV jóvoltából követhettük miskolci mérkőzést. Nézzük ezt a lehetőséget, és ott van! Bece begyűjti, szemfüles módon. Polák tette középre, Bece begyűjtötte, és 4-re növeli a sportklub gólok számát. Egyébként a középső harmad az igazán húzós lesz a DAB csapata számára, hiszen nehezen tudnak cserélni, és ott is a gól, Bíró Tamás találja meg Péter Andor egy fordulatból, remekül odarajzolt koronga, Tamás pedig nem tétovázik sokat. Török jó csinálja eddig, Török még mindig, remekül Szécsi, és ott a gól, nem gól, mert egyszerűen Szűcs hiába szolgálta ki a Németh Pétert, az egyetlen eddigi vendéggól szerző, egy tanári módon ő a hosszú mellé húzta, pedig volt ott hely bőven. Ládai vesz itt korongot, Török, és ezt már nem lehet kihagyni, tehát Németh Péter ezúttal már nem hibáz. Ládai szintén tankönyvbe illő tévedését, mármint új tankönyvbe illő, hogy hogyan ne csináljuk védőként a dolgokat. Azért kapott egy kezelést 3 napja Orbán Brenztől, gondolom, hogy már újabb nem hiányzik neki. Fonák és gól! Sofron meglőtte végre azt a találatot, amit már a harmadiknál is neki tulajdonítottam. Köszönöm szépen, Sofi, hogy kihúzott a csávából. Mérkőzési lapon, amit leadtak, mint csapatvezető Azari Zsolt, Gudás Leo, mint edző szerepe, de nézzük ezt, hogy lesz-e harmadik gól, és van harmadik gól. Addig-addig hagyja Németh Árpádot a sportklub védelem, hogy dédelgesse a korongot, míg nem. Valami baja van a jobb korcsia élével Farkas Tamásnak, ezért jelzi, hogy ezért esett el az imént. Ládai gyorsít. Egy emelt korong, és jó ez, és bevágja. Rokai Norbert akárcsak a... Rokai akárcsak a bátyja, ezúttal Szilárd volt, akárcsak a bátyja a titánok ellen, szerencsésen pattant elé a korong, okosan engedi el Bece ezt a keresztpaszt, de nem volt jó sajnos senkinek. Korongvesztés, Péter Balázs az, aki elkövette ezt, és büntető lövés ez, ha minden igaz, így van, és Németh Péter esélye ez, önmaga által teremtett esélye, Péter Balázs által felkínált esélye arra, hogy Mester 3-ast érjen el,
és akkor lássuk, hogy lesz-e Mester 3-as, vagy nem. Most már ennyi kérdés maradt nagyjából a Vákár Lajoson, hogy Németh Péter képes lesz-e harmadjára is beköszönni a Dóriának. Németh Péter nem köszön be. De beköszön, bepattan. Addig-addig, és úgy-úgy, hogy megcsinálja a cselt. Úgy tesz, mintha elhúzná balra, aztán nagyon erősen és erőszakosan a mamutra tuszkolja a korongot. Rokai Szilárd, Bece Tihamér. Rokai, kisebbik Rokai kapja vissza, Szilárd. Polák. És itt van a puskapor és az ágyugolyó, bent is van a gól. Kuliás azért, ő nem Brassóba hokizik, hanem Szeredába. Ott sporolnak a puskaporral, az rendben van, itt ő nem teszi ezt. Megküldi, nem erőből, észből ezúttal, és túljár Kovácsnak az eszén. Mindkét csapatnak sikeret a továbbiakban. Jobb játékot, erősödést, a régi formát a vendégeknek, a tavalyi formát, a tavalyi eredményeket minimum a házigazdáknak.